Csapásokat kapott, de adott is Bálint Antónia pár nappal ezelőtt. Ezúttal nem a tárgyalóteremben történtek az események, hanem az ökölvívó ringben. A szépségkirálynő ugyanis box edzéseken vesz részt, és már megvolt az első mérkőzése is, amelyet megnyert. A ring sarkában nem más, mint a korábbi profi ökölvívó világbajnok Miló Viktória állt, aki kemény küzdelemre készítette Tancsit. Jó reggelt a hölgyeknek, szervusztok! Hello. Hű, hát ez az nem semmi, Tancsi, megmondom neked teljesen őszintén. Ha visszagondolok arra, hogy közösen kezdtünk a tornatermben tornázni, hagyjuk is hány évvel ezelőtt, hát elég rendesen elkanyarodtál ettől a kis útvonaltól, és nem is tudom, hogy mi volt az apropó. Miért éppen a box jutott az eszedbe? Igazából egy pár évvel ezelőtt, néhány hónapig jártam thaiboxra, Kendi Ágihoz, és akkor azért kezdtem el a thaiboxot, mert mondták, hogy a box az nagyon jól fogyaszt. Hát mondom, akkor kipróbálom, és akkor nagyon bejött, aztán azzal leálltam, és eljött egy időszak az életemben, amikor így már mondtam, hogy hú, nagyon kéne mozogni valamit, fogyni is nagyon kéne, és úgy mondogattam magamban, és a Viki mellé kerültem egy sajtótájékoztatón, és ott elkezdtünk így beszélgetni, és ő adta meg így az utolsó lökést, hogy na akkor most, és akkor elhatároztam magam, és akkor májusban mentem le először, és akkor elkezdtem csinálni. Hát először, mint egy ilyen nyugdíjas elefánt, körülbelül úgy éreztem magam, tehát így ugráló kötelezés, tehát így hármat nem tudtam ugrani komolyan, mert annyira súlyos, hát most kondíciója, mi? Emlékszel rám, hát egy világéletem milyen kis nátszál, vékony igen. voltam, én is emlékszem rád, úristen, olyan voltam, mint egy kis szalmaszál, kis tornászlányok, na ehhez képest ugye most a 60 nem tudom én hány kilómmal ott így, így a terembe. És akkor, ahogy így belelovaltam magam, így egyre komolyabban kezdtem gondolni magát a sportot. És egyre jobban tetszett a dolog. Tetszett, de én azért kezdtem el boxolni, hogy most verjek valakit, vagy üssek igen, valakit. Ezt akarom egyébként kérdezni, mert sikerült magad már így gyakorlatilag így az aszketikus életmódjáról igen híres embert találnod, aki ráadásul nem is kevésbé híres arról, ugye, hogy mennyire képes ösztönözni ezek szerint a tanítványait. Tehát ugye beszéltük sokszor a te életmódodat, hogy helyszínről helyszínre rohansz, általában legalább 8-10 hangszeren játszol egyszerre, igen. és a többi. Gondolom, ez mit sem változott. Ez semmit nem változott, de a Tancsi személyében én pozitívan csalódtam, mert ugye egy-két celeb vagy egy-két médőszemélyiség megfordul az órámon, és föladják. Na most a Tancsinál nem az volt, hogy lejött az esti edzésre, és kész, vagy lejött háromszor mondjuk egy héten edzeni, hanem azt vettem észre, hogy én reggel ott vagyok az edzőteremben, a Tancsi ott van az edzőteremben, délután ott vagyok, ott van, tehát napi kétszer-háromszor is hajlandó volt lejönni önmagától, tehát lejött futni is, amit még a versenyzőktől is nagyon-nagyon nehezen tudok rávenni. Az egyik legundorítóbb része igen, a futás, és ő magától rájött, hogy neki futnia kell, hogy még jobb kondiba legyen, hogy a testsúlya még jobban csökkenjen, és tök jó volt, mert még vasárnap is, tehát ténylegesen én vasárnap bent voltam dolgozni, és te már megint itt vagy? Miért nem pihensz? Mondom, mindjárt mérkőzés, azért legalább egy nap pihenő kell. Igen, csak ugye az ember azt gondolná, hogy amikor az ember ráérez annak az ízére, hogy mondjuk ebből a mozgásformából tényleg milyen látványosan lehet szálkásodni, fogyni, stb. Oké. Na de, amikor eljutunk oda, hogy komoly mérkőzésen azt bevállalom azt, hogy a gyönyörű, egyébként világszép arcomat, ezt elkezdje valaki ütlegelni, és hogy ebből tétre menő mérkőzés, az megint egy más tészta. Nem az én ötletem volt. Ja? Az én ötletem igen? volt, igen. Mert gondoltam, jó, ha május óta oda jár hozzám, és nagyon, tehát tényleg a zsákot azt kiválóan püfölte, technikailag nagyon sokat fejlődött. Van érzéke? Igen, van hozzá. Az apró kezekkel? Mert igen, az enyém se nagyobb. Igen, az igaz. Jó, nem kézméret kérdés, hogy mekkora pofont lehet adni. Hanem inkább kitartás, meg ahogy üti a zsákot, tehát az a vehemencia, és mondtam neki, hogy kit képzelsz oda egyébként? Hát most már van kit. Tehát és akkor úgy voltam vele, hogy először nem a mérkőzésre, csak mondom, nem akarod kipróbálni, vegyünk már be foggumit, mondom, nem akarsz ringbe állni, de álljunk ringbe. Jó, hát akkor a ringbe álltunk, akkor most, és akkor nem akarod kipróbálni, lesz ez a házi bajnokság, hát akkor jó, akkor próbáljuk ki ezt is, tehát ez így hozta magát az élet. Hova tovább hova? Tehát ez komolyan is gondoljuk ezt a dolgot, hogy akkor ebből lehet akár egy viszonylag sikeres amatőr karrier? Nagyon-nagyon élveztem egyébként ezt az úgynevezett felkészülés időszakot, tehát tényleg nagyon meghúztam, tehát tényleg a futás, az erősítés, a box, tehát tényleg volt ugye egy nap kétszer is, és egyszerűen olyan szinten fölturboztam magam így a meccsre, hogy már aznap én úgy éreztem magam, mint hát én szerintem nem tudom, jó, hát általános mondjuk, iskolás koromban figyelj, az edzőteremben. Figyelj, sportközegből jössz, tehát azért azt tudjuk, hogy nyilván ehhez kell egyfajta szellemiség, amit nem veszítettél el. Jó, hát szerint. Én ugye 7 évig elég keményen, hát ha valaki, akkor te tudod, hogy mi a szertorna, sőt,
Úgyhogy én hozzá vagyok szokva a terheléshez, már legalábbis az agyam valahol itt tudatalatt emlékszik rá, úgyhogy ezzel igazából nekem nem volt gond, és tök jól vissza is jött, tehát nehezebben ugyan fizikailag, de azért hamarabb fejlődnek az izmaim, és tehát nagyon-nagyon tetszett az az állapot, amiben én kerültem, mondjuk például a meccs előtt, egyszerűen olyan energiát és olyan erőt éreztem magamban, hogy mondom, hú, ez jó, tehát ezt én úgy érezném még, és hát aztán ez mondjuk szombati nap volt, és mondjuk hétfőn 10 percet nem tudtam futni a gépen, tehát ez normális, nem? Persze, és mondtam is neki, hogy pihenjünk, tehát nem kell lejönni, elég csak háromszor vagy kétszer lejönni a mérkőzés után. Viszont szerdán már, akkor meg ilyen, nem mondom, most elég 20 perc, mondta Viki is, hogy most izé pihenő hét, akkor meg 20 perc után elkezdtem lecsökkenteni ugye a sebességet, majd azt éreztem, hogy egyszerűen a testem elkezdi kívánni, és vissza kellett emelnem, és gyorsabban futni, mert annyira kellett. Tehát ez jó, tehát már a szervezetem akarja. Kialakult egy hiányérzet gyakorlatilag. Kialakult egy hiányérzet. Visszatérve az eredeti kérdésedre, hogy hova tovább. Igen. Nem tudom. Tehát akár a dolog megtetszett annyira is, hogy képes vagy ez a dolgot komolyan menni, és egyfajta, hogy is mondjam, hát nyilván behatárolt lehet azért, ez most csak saját elméletemből gondolom, hogy az ember meddig juthat el, hogyha boxolni mondjuk azért... Áprilisban újra Gilda bajnokság. Igen. Ez lehet a következő cél. De addig nem. Tehát azért nem fogunk látni mondjuk, mit tudom én, egy-két havonta ringbe szállni, hanem egy évben kétszer-háromszor maximum? Hát az elképzelhető egyébként, igen, hogy ilyen házi bajnokságon, majd meglátjuk, de hát nyilván azért ez korfüggő is, tehát ez egy nagyon kemény, tehát ott, amikor a meccs volt, tehát azért azt voltak nem gondoltam. Voltak nyomai az arcodon egyébként? Nem. Azért azért kérdezem, mert nem. Hát azért ez mindenképpen megfontolandó kérdés. Hát láttam én ugye elég sokszor Vikit azért vérző ilyen-olyan sebekkel, és a komolyabb érkezések. Akkor egy kicsit megijedtem, amikor jött a Lilla, aki ellen boxoltam a végén, és ilyen véres volt a fogal, és mondom, Jézusom, mit történt? Ezt én csináltam? Vagy mi történt? Még egy kérdés, ami nagyon fontos, hiszen innen indult az egész, amit a tükörben most látsz, mert amit mondjuk mi látunk, az teljesen rendben van. De nyilván neked volt egy saját elvárásod ezzel szemben. Az úgy alakult, tehát elérted azt a fajta célt, amire ez az egész dolog elindult? Úgy alakul, még nem értem el. Még nem értem el, de így. Ez kilókban mérhető elsősorban, most vagy már átalakulásban? Is, tehát most már kilókban is, tehát 4 kilóban, ami nyilván több, tehát látványra legalább 6 szerintem, mert hát ugye az izom az nehezebb, a zsír meg könnyebb, tehát már átalakult, és akkor ugye izom is jött a helyre. Még egy 5 kilót szeretnék, még én tudom, hogy honnan is. 5-öt? Azt nem tudom, hogy azt honnan dolgoznád le. Nagyon ügyesen lepezed akkor. Szülés óta egyébként, hát mert csalóka vagyok, mert vékony a kezem meg a lábam, itt a hasamon még azért ott van. A szülés óta az egyetlen terület, amit még nem tudtam olyan formára visszavarázsolni, ahogy... Igen, hát azt tudjuk, hogy ez mindig egy érzékeny terület a nőknek amúgy is. Ez most egy kiváló példa egyébként, Viki, amin most Antónia keresztül megy. Ez azt jelenti, hogy a hozzá hasonló hölgyeket bíztatnád arra, hogy ha igazából szeretnének valamifajta komolyabb átalakulást a testükön, akkor azért valami ilyen komoly aerob mozgásba kell belefogniuk, mert egyébként ez nem fog bekövetkezni? Ez mindenféleképpen én az aerobmozgás híve vagyok, mert sok most már haladunk a divattal, úgymond, és akkor azt mondják, hogy ilyen és olyan tornával, és ilyen és olyan géppel el sőt, lehet már érni. Gép és mozgás nélkül is. Igen, van, mindent lehet. Csak igen, elképzelem. De sem, én elárulom a titkot, le kell menni, és edzeni kell, és kőkemény edzéseken kell részt venni, és az étkezésre is nagyon oda kell figyelni, és aki fogyni akar, az biztos, hogy nálam fog tudni. Nem engedem, hogy lustuljon. Te teszel róla, azt tudni. Igen. És egyébként veled mi van? Az edzői munka tölti ki azért az életed javarészét most igen, per pillanat? Igen, tehát szerencsére sikerült az edzői munka mellett 4 teremnek a küzdősport menedzserének lennem, úgyhogy most gratulálom. Már nem csak, hogy a tanítványokat, hanem az edzőket is tápolom és irányítom, úgyhogy én azt hiszem, hogy a boxon kívül elértem a boxba egy másik célt, hogy tényleg oda kerüljek, és edzők dolgozzanak a kezem alatt, és az ifjúságot illetőleg különböző fogynivágyó embereket a sportra neveljünk, úgyhogy szuper, ez nagyon szuper. Jó, hát akkor sok ilyen kitartó tanítványt kívánok meg neked, mint köszönöm amilyen Tonci. Neked meg valóban ezt a fajta töretlen haladást ebben dologban le a kalappal, hogy ezt milyen keményen csinálod, köszönöm. Úgyhogy kemények vagytok, csajok. Köszönöm, köszönöm. Meg jó egészséget. Köszönöm.